Baleset vagy tűz esetén évelejéig a székesfehérvári önkormányzati tűzoltóság munkatársai vonultak térségünkben segítséget nyújtani. A lakosságot érintő váratlan helyzetek esetére pedig katasztrófavédelmi szakemberek álltak készenlétben. Januárban azonban elkezdődött a két szervezet egységesítésének folyamata. A tűzoltóságok integrálódtak az állami katasztrófavédelmi rendszerbe, és a tűzvédelem mellett a polgári védelem, valamint az iparbiztonság hármasát szem előtt tartva végzik munkájukat. A megelőzés, másrészt a felkészítés, harmadrészt a kárfelszámolás, és a negyedik rész pedig az újjáépítés. Hát ezek azok az alapelvek, amiket nekünk komplexen kell kezelni. A rendszer kialakítása befejeződött. A tűz és polgári védelemhez, valamint az iparbiztonsághoz kapcsolódó tevékenységért a közvetlenül az igazgatóság alá tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségek felelősek. Fejérben, Dunaújvárosban és Székesfehérváron hozták létre ezt a csoportot. Városunkban Vén Norbert tűzoltó alezredes bízták meg a vezetői feladatok ellátásával. A Székesfehérvár tűzoltóságnak az irányítása felügyelte a feladatunk, polgári védelmi feladataink vannak, lakossággal védelmi intézkedések megtétele, illetve iparbiztonsági feladatok, veszélyes anyagok szállításánál adatszolgáltatást, adatrögzítést végzünk. A tűzoltóságok hatósági munkát már nem végeznek, a struktúraváltás miatt polgári védelmi és iparbiztonsági teendőik viszont vannak. Ezen feladatok ellátásáért és a mentések irányításáért Székesfehérváron április 1-től Benke Dávid Dénes tűzoltó századosa felelős. Közvetlen beavatkozó állománynak voltam az egyik vezetője az elmúlt időszakban. Most is leszek a vezetője, csak most már az összes szolgálati csoportot, meg az egész működési területünket nekem kell összefognom. A katasztrófavédelem hármas feladat ellátásához tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági főfelügyelőt is választottak megyénkben. A megnövekedett hatósági teendők összefogásával és az osztály irányításával az egykori székesfehérvári tűzoltóság parancsnokát, Molnár Erik tűzoltó ezredes bízták meg.